És látjátok, megérkeztünk. Egyébként itt vagyok a Mogyoródnak a külterületén. Ugye nagyon durva emelkedőn lehet ide feljönni. És itt van egy nagyvasúti betonaj, ez már valami nyom, de szerint nem ezért jöttem, hanem amíg el megmutatom. Na ezt nézzétek, itt van a Mogyoródi villamos. Akkor nézzük meg egy kicsit jobban. Hát nyilván valahonnan egy nagy paneles pályát felszedtek Vágányostól. És őket nézzétek, meg ez egy sima nagy paneles pálya. Valószínűleg bontásból van, aztán lecsaptak rá, vagy a ródnál, és így, ahogy van ledakták ide. Nem, és elég sok van belőle. Na, ezen majd végig fogok menni. És hát látjátok eddig, egyébként Mogyoródon vagyunk. Itt a külterületen, ahol hát nézzetek körbe, egyébként arrafele van a Hungaroring is, majd hazafele mellett azt is útba fogom ejteni. Majd megpróbálok fölött akkor elmenni Szilas-ligetig vagy Kerepesig, aztán majd ott szállok fel a hévre. Egyébként látjátok, most a spotter biciklivel jöttem, most a kisebbel. Ezt jegy nélkül lehet vinni a héven. És hát jó bírja a strapát, eddig úgy tűnik. Itt még a defektre is kicsi az esély, majd az inkább ott a földúton fele. Bár van itt egy betonút és a Hungaroring fele. Valamennyi egy nagyon szűk betonút, majd azt akarom megkeresni. De hát akkor menjünk tovább. Na és itt van a vége a villamosvágánynak. Ezt nézzétek. Itt végig. Itt a nagy paneles pálya az eddig, így oldották meg itt az aszfaltozást. De ez a különlegesség, meg ugye, ez is érdekes, hogy még lelakadták volna fordítva is, és akkor a sínszálak nem látszanak ki, de hát ez így sikerült. Meg hát amekkora forgalom van ezen az úton, valószínűleg ide ez is elég. Meg hát nyilván ezért betonból van, tehát ez tényleg örök élet plusz 100 év szerintem. Főleg azért egy hatalmas nagy forgalom, ami tényleg nincsen, mert ez egy, látjátok, ilyen város széli út, ahol tényleg csak ilyen külterületi részek vannak. Tehát itt tényleg minimális a forgalom, úgyhogy erre tökéletes. És hát azt nézzétek, ott van valami kilátó, vagy nem tudom, hogy oda megpróbálok még felmenni. Talán itt még sikerülni fog. Mondjuk itt elég szar az út, de hát eddig is jöttem már sáros földúton, úgyhogy megkockáztatom. Aztán majd meglátjuk, majd lehet, hogy onnan még jelentkezek, a sikerül felérjek. Úgyhogy akkor sziasztok, ez a videó az ennyi lett volna. Ezt akartam így bemutatni, meg akár megkeresni ezt a Mogyoródi villamost. Tehát ugye, hallottam hírét, csak azt mondom, hogy pontosan nem tudta senki megmondani, hogy hol van, de így a Street Jorgen műholdképeken így nagyjából gondoltam, hogy biztos, hogy itt lesz. És hát sikerült. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, hát köszönöm, hogy megnéztétek akkor ezt a videót. Legközelebb találkozunk, sziasztok!